Izlandon, szóval ez egy hosszú távú terv, és nem csak egy hirtelen ötlet. Önerő is lenne, ha szükséges. Sajnos nincs szakmám, és nem tudtam leérettségizni a családom helyzete miatt egyelőre, de sok mindenben feltalálom magam, szóval semmi sem akadály. Nagyon szépen kérem, hogyha valaki tud segítsen. Előre is nagyon szépen köszönöm. Milyen jó, szép, ha valakinek ennyi akaratereje van. Sok sikert neked! Izland csodás hely! Vonzódom Izland, az bár én még nem voltam személyesen. És még régen beléptem egy ilyen csoportba, ahol az emberek egymásról infókat oszthatnak meg, és arról beszélhetnek, hogy ott kint milyen élni, vagy ha csak valaki turistaként akar kimenni, akkor mit tegyen. Egy ilyen kapaszkodó Facebook csoport. És elkezdtem olvasgatni a hozzászólásokat, a posztokat, és arra gondoltam, hogy távolabb mutat ez annál, mint hogy csak egy Facebook csoport és egy érdekes társadalmi szelet. És azt gondoltam, hogy ez megér egy előadást. Nem turisztikai, nem programajánlós, de még munkát és szállást sem tudok konkrétan. És nem is az interneten látható és megtalálható egyéb videókkal tűzdelem, de talán ha kedveled, egy kis idő után beleláthatsz az itteni életbe. Megtudhatod például, hogy miért nem szeretik és miért nem használják a papír és egyéb zsebkendőket. Népi folklór az ortúrás, ortermék kitermelés és azok eltüntetése. Meg hasonló dolgok. Amit az úti írományok egyébként nem közölnek. Hashtag időjárás, hashtag izlandiálló, hashtag azt a mindenit. Izgalmas, hogy hogyan álltak össze ezek karakterekké, mert tulajdonképpen most 6 színész, 6féle karaktert játszik, de azért ezek össze lettek gyúrva. Van, amelyik karakter elég jól kiadta magát, és viszonylag ugyanazokból a hozzászólókból lett összegyúrva, vagy éppen, hogy egy ember. Van, ami meg többből, de azt hiszem elég jól sikerültek ezek a karakterek, hogy jól elkülöníthetőek lettek, és élők szerintem. Család, gyerekek? Nem. Nincs? Nincs. Egyedül az alvér? Nem, itt lakok apámmal. Igazából már 36 éve, úgyhogy megszoktam. Azt mondom, nem is volt soha? Nem, nem volt. Soha? Soha. Hát azért ilyen alkalmik vannak. Értem, de Sanyikám, szerintem jobb ez így szerintem. Jaja. Figyelj, hogyha ez van, akkor ez van. Jobb ez így szerintem, Sanyi, jobb ez így. A franc sem tudja. Azért szereti ezt a közönség, mert mintha tudnának ventilálni, mint hogyha megkönnyebbülnek attól, hogy lehet erről beszélni, akár színpadon is, hogy akár kimondunk bizonyos belső félelmeket, vagy csak akár azon, hogy ami egyébként a hétköznapokban nyomaszt, azért elég sok nyomasztó témáról volt szó, azon most lehet nevetni. És valahogy ez a felszabadultság az, amit talán általában észreveszek a közönségen, hogy össze tudunk nevetni valamin, ami egyébként iszonyatosan bosszant mindenkit és nyomaszt mindenkit. Én most pont 30 éve élek kint, zenész vagyok, mint zenetanár mentem ki, meg tánctanár. Még akkor a férjemet nem ismertem, szerencsét próbálni. Minden kinti dolog, amiről beszéltek, az abszolút valós, és az létezik. Teljesen át tudtam azt is élni, hogy a negatív és pozitív megszólalásokkal teljesen egyet tudok érteni. Az iskola első napján az évnyitón 35 csecsen terrorista elfoglalta az iskolát. Oroszországban az évnyitó az egy nagyon nagy esemény, tehát ott vannak a szülők, a nagymamák, sok-sok kisebb tesó is, és a tornaterembe bezárták ezt az 1148 embert, és 3 napig fogva tartották őket. Terroristák mindenfelé bombákat kötöttek fel a tornateremben.
Ezekhez a bombákhoz kapcsolódnak a drótok. A drótok úgy lógnak mindenhol, mint valami girlandok vagy ünnepi füzérek. Az egyik mellettem ülő kislány anyukája azt mondta, hogy ezek kamerák. Csak lefilmeznek minket, aztán elmehetünk. De én tudtam, hogy ezek igazából bombák. Elsősorban megnéztük a BBC-s dokumentumfilmet, amiben tényleg ezek a gyerekek mesélnek a történtekről, és tulajdonképpen az volt a legnagyobb tanulmány őket figyelni, hogy tényleg mennyire érdekes, hogy ők nem szenvelegnek meg, nem élik át újra olyan szinten, mint ahogy egy felnőtt mesélne róla, hanem tényleg teljesen objektíven tudják elmesélni, hogy mi történt velük. Egy ilyen anyag az eléggé problematikus, mert terrorizmusról szól, ez is egy érzékeny téma. Az is nehéz benne, hogy gyerekek játsszák, illetve itt most esetünkben 20 pár éves fiatalok alakítanak gyerekeket, és a gyerekjátszás sablonjai, vagy a tragédia játszás sablonjai, vagy egy ilyen eseményhez köthető sablonok minden esetben eszébe jutnak az embernek, és valahogy azokat kiverni a fejünkből, vagy találni új módokat arra, hogy ez meg tudjon szólalni, ez a történet. Ez volt benne a legfontosabb. A mennyezet leszakadt. A bomba felrobbant, és a robbanás darabokra szaggatta a terroristát. Egy pillanatig nem lát semmit. Nem hallasz semmit. Sűrű füst önti el a tornatermet. Pár perc múlva a füst eloszlik a betört ablakok körül. Több száz holtest fekszik a padon. Anyák, nagymamák, gyerekek és terroristák. Mindnyájan halottak. Az ugye kérdés, hogy egy ilyen előadásnak mi lehet a célja, mert terrorizmus prevenciót nem tudunk tartani, tehát ettől nem lesz kevesebb terrorista. Azt mindenki pontosan tudja, hogy mennyire borzalmas ez a történet, tehát ezzel sokkal beljebb nem vagyunk, ha erről beszélünk. De valahogy az, hogy ez a tragédia, vagy ez a fajta félelem, ami benne lehet a levegőben, ezzel mégis foglalkozunk, az valami könnyebbséget ad talán. Felpattanok a zsiráfom hátára, és lebegve átnyargalunk a termen a kitörött ablakig. A zsiráfom óvatosan fölhelyezi a két mellső lábát a párkányra, behajlítja hosszú kecses lábait, lendületet vesz, és kiugrik velem az ablakon. Felrepülünk a kék ég felé. Elszórtan egy-egy felhő. Az én nemzetségem jövedékfa lehetett itt régen. Ami rég volt, nem is igaz már az. Vérem, szívem, régen magyar már az. Jó akácfám, virulj csak, virágozz. Más ég alá sose is kivárkozz. Boldog másod, úgysem lennél többé. Magyar fa vagy, az is lész. Úgy éreztük, hogy egy növényen keresztül sokkal pontosabban vagy érzékletesebben meg tudunk olyan problémákat világítani, amit mondjuk egy emberi történeten keresztül sokkal nehezebb lett volna, sokkal több érzelmi viszonyulásuk van az embereknek, előítéletük, és egy növény pedig egy olyan eszenciális szimbólum, amin keresztül mostani ilyen társadalmi, politikai témákról szerintem ideális módon lehet beszélni. De az egész akácügy akkor vált igazán nevetségessé, amikor előkerült Kövér László 2002-es Magyar Demokratának adott nyilatkozata. Ehhez fontos tudni, hogy 2002-ben a parlamenti választások előtt Megyesi Péter életre hívta az Akácfa Mozgalom nevű civil szervezetet azzal a nem titkolt szándékkal, hogy győzelemre segítse a baloldalt. Megyesi akkor így indokolta a névválasztást. Az akácfa alkalmas a futóhomok megkötésére, virága illatos, de ha védekezik, szúrós a tüskéje. Legelőször egy EU rendeletet találtunk, ami ezekről az idegenhonos inváziós fajokról szól, és ezt kezdtük el olvasni, és először volt egy olyan ötletünk is, hogy igazából egy ilyen jogszabályt fogunk megrendezni színdarabként, de ezt a nehez jöttek még más elemek. Olvasgattunk ópusztaszerű feljegyzéseket, Bíborban született Konstantintól, pár feljegyzést a magyarok őstörténetéről,
Jártunk egy csomó kertben. Amerikai fát akar megvédeni, ami káros lehet a magyar fákra. Pedig a menekült kampányok alapján inkább olyan óriás plakátokra számítottunk volna, mint boldogan kivágni, kiásni, kiirtani a betolakodókat. Van az előadásnak egy mozgalmi jellege, tehát mi nagyon sok akácfát ültettünk különböző szimbolikus helyeken és különböző fontos naptári eseményeken, például május 1-én Hüvösvölgybe mentünk fát ültetni. És igazából ezek mindegy olyan jól megalapozták az egész előadást, meg az egész felkészülési folyamatot, hogy szereplőként is sokkal több lehetőséget adott arra, hogy belemélyüljünk. Érzem a számban, érzem az orban, érzem a lábban, érzem.